Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Folytatjuk adásunkat itt a Hit Rádió hétköznapok adásában, és mint ahogy említettem, egy izgalmas és azt lehet mondani, hogy mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni. Idén januárban lépett hatályba az otthonfelújítási program, amely minden bizonnyal sok és magas számú érdeklődés fog kiváltani, már csak azért is, mert szinte kiállt az ingatlan állomány a felújítás irányt, hogy az milyen mértékben van így, és milyen korú ingatlanokról fogunk beszélgetni, arra szerintem nem sokára ki fogok térni szakértő beszélgető partnereimmel, de mellett azért nyilván azt is kell vizsgálnunk, hogy az a fajta támogatási struktúra, szerkezet, nagyság, pénznagyság, az mire elég? Mi hova tudunk nyújtózkodni, ahogy a jó kis magyar közmondás is mondja, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, mivel érdemes optimálisan feltölteni, és abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy két beszélgető partnerem gyakorlatilag komplett lefedi a magyar lakásállomány típusait, hisz Gulyás Istvánnal, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnökével beszélgetek, aki a családi házas szektor fogja képviselni, és Szabarka Mihállyal, a Projekt Doktor Kft. Ügyvezetőjét pedig a társasházak világából tudtuk megszólítani. Szerbusztok, mi már ismerjük egymást, hogy mi tegeződve folytatjuk a beszélgetést, ezt a rádió hallgatók is szerintem elnézik nekünk, és talán még így könnyebben be is fognak kapcsolódni. Szia, Zoli! Szervusz, sziasztok! Üdvözöljük a kedves hallgatókat is! Így van, szintén. Jó, hát mind a kettőtökről én tudom, hogy abban a területen, ahol vagytok, nagy elkötelezettségeitek vannak, és szinte már túlmutat azon, hogy pusztán itt egy műszaki tartalomról beszéljünk, hisz itt igenis, hogy kell beszélni a műszaki tartalom mellett a pénzről. Sokszor, sok esetben akár kicsit jogi jellegű kérdésekről, megközelítésekről is, ez talán azt lehet mondani, hogy még a családi házra is legalább annyira igaz, de egy picit próbáljuk meg strukturálni ezt a felújítási kérdést. Miről is beszélünk akkor, amikor felújításról, és ez a mostani támogatási rendszer ebben mennyire tudott valóban rámutatni a valós problémákra, és akkor nem is tudom, hogy hova húzzon a szívem, de én esetleg lehet, hogy Mihállyal kezdeném, a társasházak világával, hogy látott te? Talán azért, mert ez a tüske a köröm alatt, ez a nagyobb falat, így komplexitását tekintve. Hát ez a társasházi terület, ez nagyon magára van hagyva. Nagyon sok ígéret hangzott el, aztán hosszú ideje váratnak magukra ezek az ígéretek. Egy társasháznál nem csak ugyanazokat a köröket kell megfutni egy felújításnál, mint amit egy családi ház esetén, ahol van egy vagy két tulajdonos, és saját maguk eldöntik, hogy mi valósuljon meg, hanem ott még nehézséget jelent a közös döntésnek, illetve a közös együttlétnek az elhatározása, a pénzügyi fedezet előteremtése, és ez még szigorú szabályokhoz van kötve. Tehát nagyon sok helyen ez is egy gondolati akadályt jelent a különböző felújítások előtt. Ugye azt látjuk, hogy az épületek, ahogy idősödnek, ahogy használódnak, sajnos igényelnék azt, hogy a tulajdonosaik költsenek rá. A tulajdonosok nagy része úgy gondolkodik, hogy a négy falon belül az övé a lakás, de ami azon kívül van, azért ő nem szeretne már külön költségeket sem vállalni, viszont elvárna, hogy mindenféle szolgáltatások működjenek, legyen világítás, legyen takarítás, működjön a lift, ne hújjon a vakolat a nyakába, és még sorolhatnánk, de azért már nem nagyon szeretnének tenni. Egy családjáz esetén ez nem így van, mert ott minden az enyém, ott mindenért én felelek, mindenről én döltök, és ez egy egészen más helyzetet teremt. Így látod ezt te, István? Igen, ez ilyen szempontból sokkal jobban leegyszerűsíti a kérdést. Ugye, ha már itt arról beszéltünk, hogy kicsit lássuk azt, hogy miről beszélünk, ugye a magyar lakásállományban körülbelül 2,7 millió családi ház van. Ebből az én számításaim szerint egy 5-7% az, ami már bontásra, azaz cserére érett. Van egy olyan 10-15%, főleg ami a 2000-es évek után épült, amelyekről azt mondhatjuk, hogy már jó állapotban van, energetikailag is már odafigyeltek a tervezésre és a megépítésére, és a maradék az egy eléggé komoly szám, tehát milliós nagyságrendű, az, amit fel kellene újítani, azokból ugye van már, ami valamilyen szintű felújítást kapott, tehát vagy energetikai, vagy pedig szépészeti beavatkozást kapott az épület,
de azt gondolom, hogy még mindig jelentős felújítási folyamat előtt állunk, úgyhogy ez a mostani felújítási program pont jókor és jó időben jött. Jó, és akkor azért nézzük meg, mert ugye itt ezt le lehet fordítani, hisz limitálva van az összeg, amit igénybe lehet venni, hogyha az összeg tekintetében nézzük, akkor ezért itt az elmúlt évek talán azt lehet mondani, hogyha kivitelezői szempontból nézzük piaci helyzetet, tehát kivitelezői szegmens nagyon-nagyon komoly változásokon ment keresztül, hisz a kapacitásaik jelentős mértékben le lettek kötve. Nyilván, ha a piaci hatást nézzük, ennek van az ára gyakorolt hatása is, és ha évtizedekre akár visszamegyünk, évtizedek óta zajlanak mérések azok tekintetében, hogy ez a lakásállomány, ami akár társasházi oldalon, akár családi ház oldalon fennáll, ott élők számára a felújítási hajlandóság, ami egy nagyon érdekes kifejezés, az milyen mértékű, és hogyha ennek útjában, gátjában áll valamit, akkor azok mik lehetnek. És ezek között azért csúcstorony magasan még mindig akkor is a legutóbbi mérést is, amit néztem, az áll, hogy a felújításra szükséges összeg, annak hogyan lesz meg a háttere, honnan teremtődik elő ez az összeg, hogy a saját kis duncos üvegbe ez rendelkezésre áll-e, vagy hitelhez nyúlnak az emberek, vagy akár hitellel kombináltan egy ilyen támogatáshoz. Tehát önmagában csak a támogatásban gondolkodni, és akkor megint kezdjük először a kört Mihállyal, egy társasház esetében lehetséges-e, meg lehet-e közelíteni ezt a kérdést, ez nyilván relatív, kinek milyen mély a lehetősége, de azért próbáljuk meg ezt a kérdést körüljárni, így pénzügyileg, vagy egyáltalán, hadd tegyek föl egy provokatív kérdést nektek, szabad-e első körben a pénz felől megközelíteni ezt a kérdést? Mihály? Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, amit most boncolgatunk. Nekem már sok előadásom volt valami olyasmi címmel, hogy a szemétkosárból a támogatásokkal. És ez nem egy ilyen hatásodás felütés, amit egy címnek szán az ember, hanem bizony érdemes elgondolkodni ezen. Amikor először megjelent a társasházak tekintetében a PANEL program, 2001-re tehető ez az időszak, akkor három lábon álló finanszírozásból valósultak meg a felújítások, adott egyharmadot az állam, egyharmadot az önkormányzatok, és egyharmadot kellett a tulajdonosoknak mellé tenni. Ez kezdetben 400-400, később 500-500 ezer forintot jelentett szereplőnként. És nagyon érdekes esettanulmány volt az, hogyha valaki ablakot akar cserélni az épületen, az is 1.200.000 forintba került. Ha hőszigetelni akar, az is 1.200.000 forintba került. Vagy hogyha mindkettőt együtt szerette volna csinálni, az is 1.200.000 forintba került lakásonként. Mert ugye nem csak a társasházaknak jelentő lehetőséget, hanem a vállalkozóknak is, akik sajnos látják a pályázati lehetőséget, és igazából az árakat mindegyik ösztönszerűen feltolja arra a lehetséges határa, amiről a támogatás szól. Ugyanezt a jelenséget érzékelem már most a családi háza szférában is. Ugye novemberben meg februárban adott árajánlatok között a visszajelzések szerint 30-80%-ig történő áremelkedésekről is hallok híreket, ami elgondolkodtató. Tehát amikor támogatás kerül egy rendszerben, ráadásul egy csúcsra járatott építőipari rendszerről van szó, ahol ezek a pénzek el lesznek költve, akkor azok jó része természetes keresletnövekedést, természetes árnövekedést von magával, és hát ennek jó része nem feltétlenül a kedves lakástulajdonosoknak az életét fogja könnyíteni, hanem inkább a vállalkozók felé fog elvándorolni. Úgyhogy ezt érdemes ebből a szempontból végig gondolni. Hoznak is lehetőséget, mondjuk a tavalyi évben már elhalasztott, mert a pandémia miatt ugye sokan elhalasztottak felújításokat. A társasházak esetében a döntés is korlátozott volt, mert nem lehetett közgyűlést tartani. Most is az, tehát jelenleg itt fel vannak függesztve ezek a döntési lehetőségek. Szóbeli közgyűlés, vagy személyes közgyűlés útja. Írásban lehetne szavazni róla. De tulajdonképpen ezek amikor elhalasztunk valami pályázatra várva egy felújítást,
akkor tulajdonképpen azt is eldöntöttük, hogy az áremelkedéseket is realizálni fogjuk, illetve hogyha mondjuk az energiahatékonyságot célzó felújítás, ugye a többség az ilyen a felújításoknak, akkor bizony elveszítjük azokat a megtakarításokat is, amit ennek a nyerességével el tudnánk érni. Tehát érdemes elgondolkodni azon, és erre nekem előadásaim, számításaim vannak, voltak, hogy nem biztos, hogy megéri pályázati támogatásra várni. A másik megközelítés, a MEHI készített egy elemzést, egy felmérést, ami gyakorlatilag a felújítások útjában álló feltételeket, vagy gondolatvilágot vizsgálta. Igen, Magyar Energiahatékonysági Intézetről beszélünk MEHI alatt. Igen, és gyakorlatilag ez a tanulmány, vagy ez a vizsgálat ez azt hozta ki, hogy nagyon sokan gondolatilag is a felújítás akadályának a pénzforrás meglétét, illetve a támogatások, pályázatok hiányát látja. És akkor egy nagyon érdekes kérdésem van közbevetőleg, hogy amikor megjelenik egy pályázat, amely lakosság pályázat, nem támogatás, tehát meg ezt a két szót is tegyük azért. Igen, így van. Különböztessük meg. Tehát pályázat az, amiért pályázatot kell írni, támogatás az, amit nem pályázat útján, hanem utólagosan valamilyen elvégzett felújítási munkáért kap meg az ember. Ugye ilyen ez a otthonfelújítás támogatás lehetősége is. De ahol pályázni kell, ott előre írunk pályázatot, és akkor még a projekt megvalósítása előtt már van egy döntés a kezünkben, hogy ez támogatásban részesülhet, hogyha bizonyos feltételeket betartunk. Azonban az az érdekes tapasztalat, hogy amikor pályázati kiírásra került sor mondjuk az utóbbi 6-8 évben, az lakossági területen, ugye legyen ez mondjuk kazáncserés, konvektorcserés pályázat, vagy maga kamatmentes támogatási hitelt, kamat támogatott hitelt biztosító GINOP-ECO programok, akkor borzasztóan alacsony az érdeklődés, és borzasztóan sokáig nyitva vannak ezek a pályázatok. Hát ugye most azért a rádióhallgatóknak azt információsan hozzátehetjük, hogy most pont ez a 0%-os hitelnek elkeresztelt kamattámogatott hitel, az most pont a társasházi szegmensben lezárásra került, ha jól emlékszem, tavaly ősszel, novemberre emlékszem, de ebbe te lehet, hogy napra készebb vagy. És igen, azt gondolom, az tényleg fontos, hogy kihangsúlyozni, hogy ugye az a fajta támogatás, amiről most beszélünk, az nem egy pályázati forma, hanem ez egy, hát azt viszont fontos kiemelni, hogy egy utófinanszírozó munkálatokat utólag megfinanszírozó támogatási formáról van szó, de az, hogy mire lehet igénybe venni, és ott nagyon jó volt a provokatív felvetésed, és ezt majd Istvántól is meg fogom kérdezni, hogy ezt ő hogy tapasztalja, hogy azért itt ennek a szabályozhatósága, a műszaki tartalom, hozzárendelt kivitelező, a kivitelezőtől beérkező árajánlatoknak a mérlegelése és annak a felülvizsgálata, vagy akár annak a szakmai mélységeinek a vizsgálata, arra alkalmas vagyok-e én, mint laikus lakó. Most azon túl, hogy azt mondom, hogy drága, mert ezt könnyű kimondani, de hát ezt mondhatom a piacon is, meg mondhatom a Levi's boltba is. Tehát bárhol lehet ezt mondani, hogy drága, de mihez képest drága? Te ugyan mondtál egy nagyon markáns tartományt a 30-80%-os drágább árajánlatok viszonyszáma tekintetében, de én azt gondolom, hogy ez így tényleg nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet fel az ilyen támogatási rendszerekkel kapcsolatosan, de az is biztos, hogy sokakba felmerülnek laikus hozzáállások, ez talán a társasháznál nehezebben elképzelhető, hát hogy megoldom magam. István, így van ehhez? Tehát, hogy neki lehet-e neki gyűrközni ilyen gondolattal, vagy egyáltalán hogy látod te ezt a támogatási, mondjuk úgy, hogy filozófiát, amit Mihály is itt feszegetett? A picit visszautalnék az előző kérdéskörbe, mert én a családi házas szegmensében ezt úgy látom, hogy a magát a felújítás tudatosságot, és mondjuk egy picit kiemelve talán az energiahatékony irányú felújításokat, nagy mértékben befolyásolja, hogy éppen van-e pályázat, vagy van-e támogatás.
Ez nagyon jól látszik, hogy amikor meghirdetnek egy ilyen programot, akkor az építőipari szegmensben felfut a rendelési állomány. Amikor nincs ilyen program, akkor tulajdonképpen olyan, mintha elvesztenék az emberek ezt a fajta tudatosságukat. Persze tisztelet a kivételnek, azért van egy-két családiász tulajdonos, aki komolyan gondolja ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes gondolkodás, és mi is a Magyar Családiász Tulajdonosok Egyesületében pont azt szeretnénk elérni, hogy egy tudatos felújítási koncepció jöjjön létre, és segíteni akarjuk a családiász tulajdonosokat, mint tagjainkat, akik tagként belép majd hozzánk, hogy ne legyen egyedül, és ne egyedül kelljen neki ezekkel a szakmai és pénzügyi kérdésekkel megbirkóznia, mert azért ebben nagyon sok hiba és rengeteg egyéb konfliktus forrás van. Ugye legtöbbször a szomszédnak a javaslatára, vagy a kocsmában leülve a Géza bácsinak a javaslatára hoznak egy-egy beruházási döntést, vagy csak azt mondják, hogy szebb legyen, mint a szomszéd háza, és nem tudatosan, nem összerakva egy ilyen, nagyon egyszerűen ilyen étkezési hasonlattal egy étlapot követve mennek végig a folyamaton, hanem ilyen durbele-bum kategóriában, vagy arra azt csinálják meg, amiről éppen van pályázat, vagy amit éppen a szomszéd is csinál, nem pedig egy tudatos felújítást visznek végig egy családi háznál, ami szerintem abszolút tervezhető, és abszolút el lehet jutni egy nagyon jó házhoz, nagyon kis energiafogyasztással, de ehhez kell egy program, és kell egy segítség, hogy ne kelljen szakmailag belefolyni minden részletbe. Most nagyon jó hívó szakmákat mondtál nekem, mint műsorvezetőnek, mert ugye gyakorlatilag beszéltél-e a előkészítésről, ami családi háznál is ezek szerint fontos és szükségszerű, amit akár egy programnak, étlapnak is fordíthatnánk. Ennek része nyilván aztán, amikor már elköteleződések jönnek létre, tehát magyarul megállapodok egy tervezővel, megállapodok egy kivitelezővel, megállapodok egy bankkal, akitől mondjuk kölcsönt veszek fel, hitelt veszek föl, és hát gondolom, hogy ennek analógiája megvan nyilván a társasházak tekintetében is, csak sokkal mondjuk azt, hogy több rétegűbb, hisz arra már Mihály is célzott, hogy ott azért magára a döntési folyamatnál egy sokkal komplexebb helyzet van, egy jogi szituációt kell létrehozni, amit talán úgy hívnak, hogy közgyűlés. De ebben a tekintetben viszont mind a kettő igaz. Tehát mindenhol fontosnak látjátok ti, mint szakemberek az előkészítést. Én ezt akarok rákérdezni igazából, hogy a kocsmában a XY bácsi, nevezzük Pista bácsinak, Józsi bácsinak, Sanyi bácsinak, mindegy milyen bácsi, az a lényeg, hogy most nem akarunk senkit lebácsizni itt a rádió hallgatók közül, megmondja a tutit, hogy menj el a tüzépre, vedd meg az 5 centis hungarocelt, fiam, aztán jó az, és akkor ez meg is fog történni, vagy pedig kit kell megkeresnem? Ki az, akihez ilyen esetben érdemes fordulni? Ki az, aki komplex módon ezt a kérdést tudja kezelni, vagy ha nem tudja komplex, akkor legalább sejteti velem, hogy én meg tudom neked azt mondani, hogy, de ezt már nem, ezt meg majd megmondja neked más. István, szerinted honnan ugorjunk neki ennek a kérdésnek? Hát a mi esetünkben nagyon egyszerű a kérdés, ha egy picit lehet reklámozni az egyesületet, akkor ha valaki egyesületi tag lesz, akkor tulajdonképpen végigvisszük egy folyamaton, egészen onnan, hogy megkapja a szemléletet, hogy mi az, amire figyeljen, azután tudja szembesíteni saját magát azzal, hogy milyen van otthon, mert ezzel is sokról szembesülünk, hogy amikor egy felújítási folyamatot előkészítünk egy családi ház tulajdonosnál, akkor megkérjük, hogy készítse össze például a dokumentációkat, ami a házzal kapcsolatosan rendelkezésre áll, kazánnak a papírjai, nyílászárók papírjai, alaprajzok, tervek, dokumentációk, számlák, és általában kérnek egy-két hetet, mire ezeket megpróbálják összeszedni. Tehát, hogy nagyon sokan azzal sincsenek tisztában, hogy egyáltalán miben élnek. Úgyhogy ez a fajta tudatosság is benne van, és utána, ha ez megvan, akkor egy szakember csapat segítségével szépen föl tudjuk építeni, hogy hova lehet eljutni mondjuk egy energetikai felújítással, és azért emelem egy kicsit ki az energetikai felújításokat, mert ugye a most érvényben lévő épületfelújítási program nem csak ezeket tartalmazza, hanem minden más egyebet is, csak mi itt az egyesületnél azt gondoljuk, hogy ha lehet, akkor elsősorban azokra költsünk, amelyek pénzt hagynak a zsebünkben, és hogyha megmaradtak a zsebünkben ezek a forintok,
akkor azt később lehet mindenféle szépészeti vagy egyéb más beruházásra is elkölteni, mert a felújításhoz kapcsolódik. De hosszú távon akkor járunk jobban, hogyha ezeket a forintokat, amiket felhasználhatunk, a lehető legoptimálisabban arra költjük, ami pénzt termel effektíve nekünk, vagyis pénzt hagy a zsebünkbe. Igen. Igen, ez abszolút logikus és érthető is. És ezt feltételezem, így van a társasházak esetén is, Mihály? Hát a társasházak esetén is hasonló a megközelítés. Ott is a dokumentáltsággal nagy problémák vannak. Az is nehezíti a helyzetet, hogy ott a tulajdonosi szerkezet is változott. Ugye a 90-es évek elején volt egy nagy hullám, amikor tanácsi lakások el lettek adva, magánkézbe kerültek, és ezek mind egy jelképes áron kerültek átadásra, természetesen a jelképes ár az tartalmazta azt az elmaradt felújítást, amit valakinek majd kötelező megvalósítania. És hát ugye ezt a tulajdonosok jó része nem igazán vette tudomásul, azt amikor szembesül azzal, hogy bizony költeni kell az épületre, akkor meg már késő ezt visszagondolni, hogy visszapörgetni. Sokszor változnak a társasházaknak a kezelői, átadások során átadásra kerülnek, vagy nem, különböző dokumentumok, ugye különböző rajzok, műszaki leírások, amelyek segítenének abban, hogy megfogjunk egy ilyen felújítást, mert ha azt mondjuk, hogy hőszigetelni szeretnénk az épületet, akkor senki nem tudja, hogy mennyi az annyi. Hány négyzetméter, milyen szerkezetű a fal, igen, mit kell erre megtervezni. Hát vannak nyilván mérnöki felmérési lehetőségek, de ez mind idő, költség, és amíg egy családi ház esetén ez sokkal kisebb, mert egy lakásra jutó költségről beszélünk, de egy 100 vagy egy 300 lakásos épület esetén, azért ez komoly mérnöki munka, heteket vesz igénybe, hogy valaki lerajzolja, felmérje, kiszámolja, hogy az a kiindulási dokumentáció meglegyen, amiből lehet majd ajánlatokat számolni például. És erre nem nagyon áldoznak a lakóközösségek, vagy nem szívesen áldoznak, és aztán gyakorlatilag a kőből szeretnének levest főzni. Így azért nehéz. És mi azban a tekintetben, hogy ott is azért kiemelted azt a mérnöki időt, ami mondjuk egy hiányos dokumentáció esetén muszáj, hogy ráfordításra kerüljön. Annak gyakorlatilag a végeredménye már az, hogy meg lehet majd mondani azt, hogy erre az épületre ennél a zsalus technológiánál, vagy falazott technológiánál készült társasháznál az egy lakásra jutó beruházási hányad, felújítási hányad ennyi lesz. Tehát el lehet jutni eddig a pillanatig? Tehát ez egy kézzel fogható konkrét összeg tud lenni a lakó számára? Igen, igen. Tehát tulajdonképpen ugye a társasházi törvény leír, hogy milyen döntési információk kellenek ahhoz, hogy dönteni tudjon a tulajdonos. Illetve vannak, ha már energiahatékonyságot cél az egy ilyen felújítás, annak is vannak előírásai, amiket figyelembe venni. És hogyha van pályázat vagy hitel, akkor ugye annak is vannak feltételei, a meghatározó, hogy mit kell tartalmazzon egy döntésre szóló előterjesztés. És a végső soron, most a szakmai részletekkel nem nagyon akarok untatni a tisztelt hallgatóságot, de amikor tudjuk, hogy mennyibe kerül egy munka elvégzése, egy milyen műszaki tartalma van, tudjuk, hogy miért az a műszaki tartalom, amit kiválasztunk, ugye ez mind hetek munkája, a különböző mérnöki számítások, megfontolások, majd a házon belüli maggal, számvizsgálókkal, képviselővel való egyeztetések során, fennmarad a rostán egy darab műszaki tartalom, és azt az egy műszaki tartalmat terjesztjük a lakóközösség elé. Ő látni fogja azt ebből, hogy összességében mennyibe kerül a társasháznak ez a felújítás, látni fogja, hogy mennyi önerővel valósul meg, mennyi támogatásból, mennyi hitelfelvételt igényel. Látni fogja azt, hogy ez nem csak az épület szintjén fontos információ, hanem az ő lakására lebontva is. Ugye itt van jelentőség a tulajdoni hányadnak, és ez alapján az összeshez viszonyítva mekkora összeg, ami őt terheli, és el tudja dönteni, hogy neki van lehetősége akár teljes összegben, vagy egy nagyobb összegben az ő lakására eső összeget kifizetni, avagy hitelt igényelne rá, mert a társaság nagyobb része az valószínűleg hitelfelvételben gondolkodik. És akkor összességében látni fogja azt, hogy mennyi a teljes költség, látni fogja, hogy mennyi az ő lakására eső, látni a jegyösszegben, látni fogja, hogyha ez hitelfelvétel útján kerül fedezésre,
akkor ez mondjuk 5, 8, 10, 12, akárhány éves futamidővel mekkora havi terhet jelent. Ha van energia megtakarításunk, akkor azt is egy energetikus ki tudja számolni, meg tudja jó közelítéssel becsülni, az pedig ugye megtakarításként marad a zsebébe, és végső soron a havi pénzforgalmat látva, tehát a hiteltörlesztés és a megtakarítások különbsége, amiről ő dönt, és ez alapján alá tudja támasztani, hogy egy hőszigetelést szeretnénk az épületre 8 éves hiteltörlesztéssel, havi 12 000 forint törlesztéssel és 1500 forint megtakarítással. Most ilyen fejből mondtam a számokat. Szokták mondani a telefonszámot. Az ő számukra a legfontosabb ez az ilyen mértékig lebontott információ, ahhoz, hogy felelős döntést tudjanak hozni. De nyilván azt gondolom, hogy ez így exakt is, tehát ez így jól körüljárató, és tényleg felelős döntést tudok hozni a saját lakásom felől, mert ahogy pont ahogy te is a társasházakkal kapcsolatos speciális megközelítésre rávilágítottál, hogy kicsit a lakásomon kívül nem látok, de ha már látok, tehát azt tudomásul veszem, hogy a homlokzat az nem az enyém, hanem az a társasházé, vagy a tető nem az enyém, hanem a társasházé, vagy a lift az nem az enyém, hanem a társasházé, de ezt a felelősséget átérzem, hogy viszont a 9-re a közös lifttel kell feljutnom, akkor azt gondolom, hogy a felújítással kapcsolatosan viszont ez egy hasznos információ, hogy az én tehervállaló képességem ezt az adott példa esetén, ezt az összeget fel tudja-e vállalni, vagy sem, tudom-e biztosítani ezt a megélhetésemből, fizetésemből, vagy nem. Nyilván ilyenkor azért jönnek a aggodalmak, hogy hát bármikor lehetek munkanélküli, bármikor megtörténhet valami, meg hát én már öreg vagyok, majd az örököseim, én is jó magam is társasházban élek, és lakom, és járok lakógyűlésekre, és hallom, amikor jönnek ugye nyilván ezek a jogos és aggódó gondolatok és szavak. Mi az, amit egyébként a társasháznak ilyen értelemben a döntési szemszögből a szabadsága, tehát hogyha tetszik, akkor én kimondom helyetted, hogy mi az, ami ilyenkor a társasház érdekében születik, mint döntés, hogy a társasház ne omoljon összealattam, és mi az, ami a lakó érdekét képviseli, mert azt most azt gondolom, hogy a lakó érdeke, hogy saját maga a lakó albetétére első költséghányadot lássa, de mi az, ami ilyenkor a társasház javára fog eldőlni? Hát összességében ugye az a tévképzet mindenkivel benne van, hogy ezek a döntések a közgyűlésen születnek meg. De valójában nem ott születnek meg, hanem egyrészt azon a munkán, amit előtte a műszaki előkészítésben, pénzügyi előkészítésben, a projekt felépítésébe beleölünk. Másrészt pedig a lépcsőházakban dőlnek el ezek a felújítások. Már most a kis beszélgetésekre gondolsz, hogy ott két kis lakó összefut a... Ott már tulajdonképpen ugye van egy mondjuk egy előfeszítés, és akkor igen, az alapján, ha a tulajdonosok már egymást meggyőzték, ugye nem a közgyűlésen szembesülünk döntésnek az anyagaival, ezt ki kell küldeni, ami tartalmazza azt, hogy miről fogunk dönteni. És amikor ilyen nagy összegű felújítás, 10 éves lejáratú hitelfelvételről van szó, hogy egy pályázatról, azt illik részleteiben kifejtve, meghívóval együtt elküldeni a tulajdonosoknak, és akkor már látják, és meg tudják előzetesen beszélni. De ha közgyűlésen kapják ezt meg, akkor azért erősen vannak aggályok ennek a szabályszerűségével kapcsolatban, és akkor ugye legtöbben behúzzák a féket, nem értik, akkor összegről nem akarnak dönteni egyedül, nem akarnak egy helyben dönteni, meg akarják rágni, és akkor nem mennek bele a felújítási döntésbe. Egyébként is ugye a közgyűlésekre nagyon sok helyen nem szeretnek eljárni a tulajdonosok. Úgy érzik, hogy hát ezt mondjuk nagy politikára is kellett vetíteni, nem hiszik el, hogy pont az ő egy darab szavazatuk számít abban, hogy mi lesz a döntés végeredménye. Pedig így van. Igen, és akkor vannak ugye, akik meg úgy befolyásolnak ilyen döntéseket. Ebben csak azt akartam mondani, hogy pedig számít. Pontosan az egy szó. Hogyan számítanak? De ugye vannak, akik nem értenek hozzá, és odaadják a meghatalmazásukat valaki másnak. Aki meg úgy dönt, ahogy éppen neki jól esik. Aztán ugye vannak önkormányzati tulajdonú lakások is, akik megint nem biztos, hogy a tulajdonosok érdekeivel egyezően döntenek. Vannak tulajdonosok, akik nem laknak az épületben, mondjuk befektetési céllal vásárolták a lakást, albérlők vannak, vagy ugye vannak ezek az Airbnb és lakások.
és ők más időtávban, más megközelítésben, költségellen közelítik meg. Aki tulajdonosként benne lakik, az nyilván azt szeretné, hogy olcsó is legyen, szép is legyen. Nem egészen egy az érdek a tulajdonosok közösségen belül sem. Tehát ezért mondom, hogy nem egészen a közgyűlésen dőlnek el ezek, hanem azon, hogy helyesen van-e felmérve, hogy honnan, hová szeretne eljutni a lakóközösség. És van, amikor azt mondom az előzetes kérdések során, hogy mint a jó pincér, nem ajánlom ennek azt a halászlevet, uram, mert nem fogja magát jól érezni tőle. És inkább lebeszélem már a döntésről is, meg az előkészítésről is a lakóközösséget, hogy ezt meg azt, amazt döntsék el, változtassák meg, mert akkor egy vagy két év múlva, vagy egy pályázat esetén, bizony lesz lehetőségük nekifutni egy felújítási döntésnek sikeresen. Jó, de akkor viszont nem ment el haszontalanul az idő az előkészítéssel, hisz lesz a kezükben egy olyan információ, amivel egy legközelebbi lehetőségnél már úgymond legalább a megközelítés módjával, a struktúrájával, hogy ez hogy is kell ezt az egész felújítást intézni, mert már jobban tisztában vannak. Ha tetszik, szokták ezt mostanában így mondani, érzékenyítve vannak rá. Érzékenyítve. Az a helyzet, hogy sokan ugye reménykednek a pályázatokban. Igen, ezt ugye István is kihangsúlyozta, hogy ennek van egy ilyen amplitúdója, hogy amikor van pályázat, akkor aztán azonnal, ha nincs, akkor meg szinte úgy kicsit ugye elcsendesedik ez a hullám. Igen. De én azért nem hiszek annyira a pályázatok minden hatóságában. Igen, ezt értettem, igen. Én azt látom, hogy mondjuk tavaly sem volt pályázat, és vagy tavaly előtt sem volt, és az utóbbi 2-3 évben az jelentősen megnőttek a társasházi felújítások, önerős felújítások. Míg ott van az a kamatmentesítel, amiről beszéltünk a Ginokban, Vekobban, de akkor én nem is nagyon tudok olyan társasházról, aki sikerrel valósított volna meg felújítást, hiszen az a termék az alkalmatlan volt társasházak, akár szövetkezetek számára, hitelfelvételre, energiahatékony felújításokra. Ez most tegyük zárójában, mert nem ez volt itt a megszólítás tárgya. Tehát gyakorlatilag a társasházak esete az speciális, a családi házak esete megint speciális, vannak azonosságok a pályázatokról való gondolkodásban, illetve hogy ezek mennyire vonzák mind az építőipart, mind a felújítási döntéseket, de önmagukban ezek mindent nem oldanak meg, és én mindenképp azt mondom, hogy felelősséggel és a részletek ismeretében vállalkozzunk erre, hogy igénybe veszünk ilyen forrást, és bizony ne sajnáljuk az idő költséget arra, hogy tisztességgel elő legyen készítve. Utólag már sokkal nehezebb bármit helyreállítani, vagy egy rossz döntést korrigálni. Igen, ha jól értem a szavaitokból, és most Istvánt meg fogom szólítani, akkor azért önmagában az egy talán rövidlátó és sokszor buktatókat is magában rejtő megoldás, hogy elfutok egy valamilyen hirdető újságban lévő kivitelezőhöz, és gyorsan kérek tőle egy árajánlatot, amit aztán egy ilyen A4-es lapnak az aljára odabigyezt egy főszámot, és annak aztán a döntési szabadságát már rám hagyja, hogy ezt én jónak vagy rossznak ítélem-e meg azt a számot. Tehát, hogy nem itt kezdődik a történet, hanem valahol teljesen korábbról és tudatosabb időszakból kezdődik, annak érdekében, hogy a végeredmény jó legyen. István, arról szeretnének megkérdezni, hogy ugye említetted, hogy úgymond komplex módon az egyesületen belül kapnak támogatást az emberek, de azért, ha kicsit úgy specifikálnád, hogy mik azok a szakmák, szakmaterületek, amikben támogatást tudtok adni a családi házasoknak, és a végeredmény tekintetében, ha energetikai oldalról közelítjük meg a felújítást, akkor azért mi az a többlet eredmény, amit el lehet mondani, akár családi házról, de szerintem ezt megint csak analógiában el fogjuk tudni mondani társas házról is. Hát ugye a maga a folyamat, az a családi házban van egy egyszerű kis szlogenünk, azt mondjuk, hogy családi házakat gyógyítunk ki a túlzott energiafogyasztásból. Na most ugye ez több lépcsős, és az egyik nagyon fontos eleme, az, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk, és az, hogy hova akarunk eljutni. Na most ugye itt két irány van, ha már itt emlegettük a pályázatokat, meg a támogatásokat, hogyha valaki támogatási pénzt vesz igénybe, akkor vannak nagyon szigorú előírások és követelmények. Lásd, TNM rendelet. Csak zárójelben megjegyzem, hogy például mostani épületfelújítási programnak a hőszigetelési részére ez előírás, és ezt sokan nem tudják, de majd erre mindjárt visszatérek egy kicsit részletesebben. Hogy mit tudunk segíteni, amit mondtam, azon kívül, hogy helyzetbe hozzuk az ügyfelet, hogy honnan indul és milyen van,
lépésről lépésre megmutatjuk neki, hogy milyen folyamatokat tud megvalósítani. Tehát, itt tudom, én nem fogok egyből valakinek homlokzat hőszigetelést javasolni, hogyha még az ablak cseréje nem történt meg például. Vagy nem fogok komplett ugyanolyan kazánt javasolni, vagy fogunk a kollégákkal kazáncserébe, hogyha még nem csináltuk meg a fal szerkezetnek a energetikai javítását, tehát nem csináltuk meg a hőszigetelést. Mert ugye ezek mind-mind egymással összefüggésben vannak, és ezért kell szerintem egy ilyen programot megfogalmazni, összeállítani szakmailag, amely egyrészt sorrendiségét is biztosít a családi ház tulajdonosnak, hogy látja, hogy milyen sorrendben és hogyan kellene végigmennie. Másrészt pedig van mögötte egy összegszerűség, ami értelemszerűen annak megfelelően változhat, hogy éppen mikor készül el. Egyébként nagyon sok ilyen ügyfelünk van, akinek ezt programba összerakjuk, és ilyen 3-5 éves távlatban gondolkodik, mert vannak nagyon egyszerű, kvázi ingyenes tanácsok, amivel filléres megoldásokkal, vagy tulajdonképpen egy tudatos lakásberendezéssel át lehet alakítani úgy a belső ingatlani elhelyezését, hogy már mérhető lesz esetleg a megtakarítás, és ebből szépen el lehet sorban indulni, tehát a kis pénzű emberek is el tudnak igenis indulni velünk, és el tudnak odáig jutni, hogy egy komolyabb felújítást is végvisznek, egészen mondjuk egy napelem, vagy akár egy napkollektor beépítéséig, vagy hőszivattyús megoldásig. Tehát ugye itt a műszaki megoldások számtalan lehetőséget kínálnak, de ugye ezeket nem szabad sosem egy szegmensből vizsgálni, hanem mindig a teljes épületre vetítve kell figyelembe venni, mert itt a napkollektort például nem biztos, hogy kell egy családi házba betenni, hogyha csak ketten laknak. De igen. Már 6-an vagy 8-an laknak, akkor azt mondom, hogy igen. Igen, igen. Tehát itt rengeteg olyan összefüggés van. Na most ami a jelenlegi állapotban nagyon nagy segítség lehet az épületfelújítási programban, amit az előbb mondtam, hogy jelen pillanatban mindenki csak pénzügyi, meg hitelügyi, meg számlatartalmi oldalról vizsgálja ezt az épületfelújítási programot, és az emberek fejébe az van, hogy elköltünk 6 millió forintot bruttóba, és 3 milliót visszaad az állam. Ez van az emberek fejére, de az, hogy mondjuk ha a homlokzatot szeretnénk hőszigetelni, milyen egyéb követelményeknek kell megfelelni, például az említett TNM rendelet alapján, vagy mondjuk egy településképi engedélyezési eljárás le kell-e folytatni, vagy nem, de ezt akár mondhatnám a kerítésépítés kapcsán is, ha már itt felújításokról beszélünk, azt senki nem gondolja végig, és nem is elemzi ki. Erről hamarosan egyébként meg fog jelenni egy szakmai anyagunk, amivel szintén szeretnénk segíteni a tudatos épületfelújítókat a családi házas szegmensben, de ez egyébként nagyjából igaz a társasháza is, mert van egy csomó alapelv, ami egyezik. Úgyhogy itt ez egy nagyon összetett kérdés, és ugye itt sok-sok ember, sok-sok millió forintjának a sorsa dőlhet el, és azért is fontos ez, mert mi van akkor, ha valaki mondjuk kölcsön kéri azt a pénzt a felújításhoz, megvalósítja a felújítást, de mondjuk azt mondja az elbíráló, hogy akkor 15 napon belül csatold már be az energiatanúsítványt, amiben igazolod, hogy a TNM rendeletnek megfelelően készült el a homlokzati hőszigetelés vastagsága, és ezzel együtt csatold már be az adott városra vagy településre igaz településképi engedélyezési eljárásnak az engedélyi dokumentációját, és hogyha ezt nem tudja az adott ügyfél megtenni 15 napon belül, akkor azt is mondhatja neki a kíró vagy a támogató, hogy köszönjük szépen, hogy ezt felújította, ezt a csodálatos házat, de sajnos erre mi nem tudjuk megadni a pénzt, mert nem tudja igazolni a valódiságát és a jogosságát annak, ami történt. És mondjuk, ha valaki ezt a pénzt kölcsön kérte, akkor ott bajba lesz, mert akkor hogyan fogja ezt kifizetni. Tehát ezekben nagyon sok olyan dolog rejlik a hosszú távú gondolkodásban, ami nincs végig gondolva és végig elemezve. Úgyhogy én mindenkit óva intek attól, hogy adhok jelleggel belecsapjon a lecsóba, mert kap 3 milliót. Tehát ezt szerintem el kell felejteni. Igen. Én megengeditek egy záró kérdést azért felteszek, egy kicsit már bújtatva próbáltam az előbb is ebbe az irányba terelni, hisz lassan a beszélgetésre szánt időnk letelik, hogy tételezzük fel tényleg egy jól előkészített beruházás mellett megszületik a családban a döntés, akkor is a társasházban él, hisz annak is valahol ott meg kell történnie a lakás falain belül.
a jól előkészítettség nyilván az, hogy tudom, hogy mennyibe kerül, tudom, hogy ezért mit fogok kapni, és tudom azt, hogy ezt gyakorlatilag a fedezetet milyen feltételek mellett fogom tudni megkapni. Megtörténik a felújítás, amiről nyilván akár egy önálló műsort is, egy beszélgetést is kezdeményezhetünk volna, de erre most nincs lehetőségünk, de elkészül az ingatlan. Arról ha beszéltetek mind a ketten már, hogy energiahatékonysági szempontból milyen eredményeket lehet elérni, biztos, hogy ezt is tudnánk még cizellálni. Beszélhetnénk nyilván akár a károsanyag kibocsátás csökkenés mértékéről, főleg ha nagyobb léptékben országosan nagyon nagy lakásszámban történnek felújítások, erre sem marad időnk. De ahogy a mindennapi ember számára kézzelfoghatóvá tesszük az energia megtakarítás mellett, akár ingatlanpiaci szempontból, akár ilyen életvitel szempontjából, és akkor Mihály, téged kérdeznélek először, mint társasház specialistát, hogy mit tapasztalsz te a felújításokat követően az ott élők számára, mit jelent a felújított társasház? Hát nagyon sokan vannak, akik akár 40-50 éve élnek egy adott társasházban, mi talán ők voltak a legelső beköltözők tulajdonosok, és ugye együtt öregedtek meg a házzal, tehát az ő számukra ez egy különös személyes kötődéssel járó megújult állapot. Vannak újabb tulajdonosok, akik mondjuk fiatalabbak, talán még családalapítás előtt vannak, vagy éppen az első éveiben. Az ő számukra mindig kérdés az, hogy milyen időtávban gondolkoznak, hogy egy hosszú távú felújítás nyereségét, illetve a terheit hogyan fogják élvezni, illetve viselni. Ettől függ az ő viszonyulásuk. Illetve hát az energia megtakarítás az mindenképpen mindenki számára nyújt egyfajta biztonságot, egyfajta fedezetet az ilyen felújításoknak az elképzelésére, elvégzésére. Emellett javul a komfort, tisztább lesz a lakás, kevésbé zajos lesz. Havonta látjuk a számlákon keresztül, hogy érdemes volt felújítani, és ha mondjuk szeretnénk a lakást eladni, akkor az értéke jóval magasabb. Külön érték az egyik közös képviselő fogalmazta meg annó, hogy kifizetett panelprogramos lakást keresett. Tehát külön érték az, hogyha felújított a lakás, és nincsenek terhei, szemben egy ugyanolyan lakással, amely mondjuk a szomszéd épületben van, ugyanezekkel a jellemzőkkel bír, de az ára is jóval kevesebb, illetve a sebesség, az az idő, amennyi idő alatt el tudja adni a tulajdonos, az is jóval hosszabb egy felújítatlan lakásnak, jobban keresik a felújítottakat. Ma már kötelező energiatanúsítványt készíteni az ingatlanok adásvételekor, és azért nem mindegy, hogy abban az oszlopban, ahol a besorolást nézik, illetve abban a megjegyzés rovadban, ahol a lehetséges felújításokat, vagy a szükséges felújításokat látja az ember, hogy mit lát, mit tapasztal. István? Nagyjából ez mindig az, amit a Misi elmondott a családi ház kapcsán is, talán annyiban, hogy most ugye létrejön egy ilyen zöld otthon, ami szerintem ugye fenntarthatóság és a hosszú távú élettartam kapcsán nagyon fontos irány, és ami még szerintem fontos, és inkább kiegészíteném azt, amit a Misi mondott, hogy ugye nap mint nap egy szépen felújított házba ér haza a tulajdonos, azt látja nap mint nap, és amikor elmegy, meg amikor hazaér. Szerintem ez egy óriási minőségi ugrást jelent, és egy nagyon komoly büszkeséget. És ami még szerintem fontos, hogy több pénz marad a zsebébe, és el tud kezdeni azon gondolkodni, hogy milyen egyéb megoldásokkal tudja a családi házában mondjuk ezt a fenntartható irányt tovább vinni. Mondok egy példát, ha van napelem a tetőn, akkor lehet, hogy elgondolkozik azon, hogy miért ne lehetne nekem elektromos autóm például, és ehhez egy elektromos töltőt beszerez, és már is tudott egy óriási minőségi ugrást tenni ebben a kérdésben, és akkor ebből számtalan ilyen ügymenet van. Látok olyan felújított házat, ahol a tulajdonos az okostelefonján boldogan állítgatja a kazánnak a teljesítményét, mikor elindul a munkából haza, hogy mire hazaér, addigra tökéletesen jó meleg legyen, és mindezt a mai 21. századi technológiával. Tehát rengeteg olyan plusz van, ami igenis ebbe az irányba nagy eredményeket ad, és tök jó hozzáállást, boldogságérzetet az ügyfeleknek. Nagyon-nagyon
Köszönöm, hogy velünk voltatok, ne arra úgy, hogy beléd folytottam a szót, de talán azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó végszó is volt ráadásul, és tudatosabbá tehettük ebbe a 40 pár percben beszélgetésünk során azt a rohamot, azokat az érdeklődő tömeget, akik esetleg az otthonfelújítási támogatás iránt érdeklődnek, hisz ez volt a célunk a beszélgetéssel. Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnökével és Czabarka Mihállyal, a Projekt Doktor Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk az otthonfelújítási támogatás kapcsán. Általában azt lehet mondani a felújításokról, felújítások előkészítettségéről, és azoknak az előnyeiről és a buktatóira is szerintem nagyon-nagyon jól felhívtátok a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, további sok sikert kívánunk nektek a munkátokhoz.